úgy tartották akkor nyilván, hogy ő volt az is szinte egyedül, aki a modern indiai művészetet létrehozta, és mint egy motorja volt a modern indiai művészet kialakulásának és történetének. Ezt én akkor ott realizáltam abban a múzeumban, és pár évvel később, amikor kaptam egy kutatási lehetőséget, Charles Simonyi ösztöndíjat, akkor azt arra használtam fel, hogy elmentem Párizsba, közben persze olvastam, ami hozzáférhető szakirodalom volt, például Baktay Ervin hagyatékában is, akkor még élt az özvegye, de nem nagyon volt feltárt az életműve érdekes módon, illetve az életművének két területe teljesen feltáratlan volt, a magyarországi része, illetőleg a franciaországi tanulmányai. Tehát én mindkettőt próbáltam felkutatni. Franciaországban hihetetlen sebességgel elég sok minden és nagyon érdekes történeteket találtam, vagyis tehát szálakat, és a 30-as évek francia művészetéhez, egy olyasfajta művészethez, amivel addig nem nagyon foglalkozott a kutatás, mert a két világháború közti művészetből a kutatók figyelme akár Indiában, akár itt Európában mindig az avantgárdra irányult, és Amrita Sher-Gil nem volt avantgárd művész, és mégis egy nagyon jelentős személyiség volt, és az életműve is nagyon jelentős, annak ellenére, hogy rövid volt az az időszak, amit a sors neki erre adott. Ő nem vallotta magát semmilyennek, ez egy utólagos kérdés, mert ő magyar volt, Budapesten született, másfelől Indiában töltötte az alkotó éveit, tehát az életművét inkább azt kérdezhetjük, hogy ki milyennek tartja, mert az indiaiak indiainak tartják, és az életműve tulajdonképpen ott van, kevés mű kivételével. De ő maga azt jelentette ki, hogy ahogy Európa művészete Szezántól, Van Goghtól, Gaugentől és másoktól függ, ő azt mondta, hogy India művészete pedig őtőle függ. Tehát ő magát és az alkotó képességét Indiának szentelte. És ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát ez volt a szándéka, a vágya és az akarata. Nagyon sok olyan rejtett, búvópatakszerű szimpátia van a két ország között, amely azután bizonyos döntésekben, bizonyos rokonszenvekben testet ölt, és végül is a saját tapasztalatom a Indiában végzett munkám során az volt, hogy az indiaiak nagyon nyitottak a magyar kultúra iránt, nagyon szívesen fogadták a magyar programokat, és tényleg az ő részükről is úgy éreztem, hogy van egy sajátos, úgy gondolom, hogy kölcsönös szimpátia, ami nagyon segíti ezt a munkát. Na most mi ez a különlegesség? Hát ezt próbáltam összefoglalni, hogy a különféle időszakokban a politika, a gazdaság és a kapcsolatok különböző elemei hol lendítettek, hol akadályozták a kapcsolatokat, de végül is az egész folyamat egy abszolút pozitív mérleget mutat. Azt mondhatjuk, hogy egy sikertörténet. Na most ez nem azt jelenti azt, hogy maguktól mennek a dolgok, hanem valahogy a csillagzatok olyan pozitívan állnak össze, hogy nagyon sok mindent talán magyar-indiai viszonylatban a kölcsönös szimpátia révén könnyebb megcsinálni, mint más területen. Na most a kulturális kapcsolatokban én elsősorban azon próbáltam dolgozni, hogy a magyar kulturális megjelenés Indiában az ne egyszerűen a saját magunkról alkotott kép kivetítése legyen, hogy azt mutassuk nekik, hogy lám, mi milyen szépnek gondoljuk magunkat. Ez nem érdekli az indiaiakat, és gondolom másokat sem a világon, viszont amit tényleg megpróbáltam az indiai évek alatt segíteni, az az, hogy olyan tereket teremtsek, olyan fórumokat hozzak létre, amelyen a két kultúra találkozik, és a kultúra művelői találkozhatnak. És itt ebből a szempontból nagyon fontos, hogy ne egy hivatalos képet próbáljunk az indiaiakra erőltetni, hanem magának a kultúrának a művelői közvetítsék a magyar kultúrát, hassanak egymásra, és valami új dolog történjen. Tehát nem egy szép kirakatot szerettem volna létrehozni, amely mögött csillogó szép dolgok vannak kirakva, és kívülről bámulják, de a kettő között ott van az üveg, hanem szerettem volna eltávolítani ezt az üveget, és kilépni a kirakatból, és az együttműködésre helyezni a hangsúlyt. Nem olyan túlzottan régen voltam Berlinben, ahol egy nagyon nagyszabású magyar kiállítást nyitottunk meg az indiai kultuszminiszter, Balogh Zoltán miniszter úr, és még néhányan, tehát kicsit sok volt, kicsit hosszúra nyúlt a megnyitó. Egy olyan helyen, ahol az első emeleten egy hatalmas anyag fogadott, Amrita Sher-Gil anyag fogadott, és az Amrita Sher-Gil anyagot együtt néztük meg. Nagyon izgalmas volt, olyan értelemben is, hogy egy hatalmas országban, a világ egyik legnépesebb országában, egy olyan festőnő, aki legalább annyira merítkezett Nagybányából, mint Gaugentből, vagy Szőnyiből, őneki a festői hatása az induló, átalakuló, modern indiai képzőművészetre óriási hatással volt. És ezek a képek, ezek ott vannak. Ott vannak. Rád köszönt egy kucsmás magyar kun, vagy a Kiskunhalasi piac, és hasonló. És érdemes lenne alaposabban meggondolni, végiggondolni a művészet történészek számára is azt, félretéve mindenfajta lemaradás komplexumot, hogy vajon hogyan, miféleképpen érvényesül valóban Amrita festészetében a magyar festészet. Hiszen maga Baktay Ervin, a nagybátyja festőnek indult. És Baktay Ervinnek a hatása, beszédei, a közvetlen folyamatos kapcsolata nagyon komoly hatással volt Amrita alakulására, festői alakulására. Természetesen Párizs is. Egy nagy szintézis születik. Indiában elsősorban az van, hogy India egy rendkívül dinamikusan fejlődő ország, talán a világ egyik legdinamikusabban fejlődő országa, és egyszerre tud bánni a hagyományaival, ragaszkodik a hagyományaihoz, és nyitott az új felé. De ez az új felé való nyitás nem egy olyan fajta szemléletben valósul meg, hogy az új az idol, és le kell előtte borulni, hanem egy ott van mögötte egy komoly bázis, a rendkívül gazdag, ősi indiai kultúra hagyománya. Tehát egyszerre modern, egyszerre nyitott és egyszerre hagyománytisztelő.